Kedves közönségünk, szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött a mai estre a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának élő folyóirat sorozat a második évfolyama negyedik előadó estjére. Sajnos a mai könyvbemutatót, antológia bemutatót egy olyan eseménnyel toldotta meg a sors, ami az elmúlt hetek sorozatában újabb fájó sebetejt és újabb fájó hiányt okoz a magyar irodalom nagy alakjainak sorában. Elhunyt Csóri Sándor, mindannyian hallottuk a hírt, mindannyian érzékeltük ennek az újabb veszteségnek a súlyát, és ez a mai alkalom egy lehetőséget teremt arra, hogy együtt, közösségben, olyan emberek között, akik az irodalmat, a költészetet, a magyar költészetet szeretik és nagyra értékelik, megemlékezzünk együtt Csóri Sándorról, a 20.-21. századi magyar költészet jeles nagy alkotójáról, és egy rövid kis bevezetővel, egy rövid kis tiszteletadással, a Magyar Művészeti Akadémia nevében is búcsúzunk tőle, és búcsúzunk természetesen az irodalmi tagozat nevében is. Megkérem kedves közönségünket, hogy egy perces néma felállással tisztelegjünk Csóri Sándor emléke előtt. Csóri Sándor. Megtépázott falomb a címerem. Uram, itt van megint legújabb ősződ. Hosszú fényekkel érkezett ide a dombok közé, s ügyesen megelőzött. Szégyens gyalázat, de a dióverésről az idén is lemaradtam. Megtépázott falomb a címerem, s avar szőnyeg alatt. Gazban a híres asztalunk, amelyen annyit, de annyit könyököltünk. Most egy hernyó tetem ravatala. Ha netán megjelennél újra, a halál feketedne közöttünk. Kicsi halál, vagy nagy halál? Ki merne erről bármit mondani? Én is elnézek inkább némán a Szamárhegy felé, ahol Mátyás király hollói laktak, és elsötétítették az erdőt, mint a meséket. Égett a nap, kicsit még égett, de már csak a birsalmák sárgulgatnak. Gyűlik bennük szépség és fanyarság. Kemények, mint az ökleid, amikor néha arcomba ütsz, és felszikrázik tőled mélység és magasság. Ellépdelek sárgálló fáid előtt, mintha glóriás ikonjaid előtt lépkednék el, ormótlan facipőben. Fölöttem ott a mindenséged, de ki tudja, mi van előttem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt szerzők és érdeklődő olvasók, szeretettel köszöntöm Önöket az élő folyóirat elkövetkező estjén, amelyen is az itt az asztalon látható Metszetek és a szavak lélegzete című antológiákról fogunk beszélgetni, amelyek idén áprilisban jelentek meg, és a Magyar, vagyis a Művészeti Akadémia tavaszi irodalmi gáláján kerültek bemutatásra. Szeretettel köszöntöm körünkben Mezei Katalint, az irodalmi tagozat vezetőjét, írót, költőt, akit szeretnék is a színpadra fölhívni magunk mellé, Erős Kingát, kritikust, esszéistát és az Orpheus kiadó vezetőjét, továbbá Jánosi Zoltán irodalomtörténészt és Berta Zoltán irodalomtörténészeket. Ezekben az antológiákban a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának leg
legkitűnőbb vagy legfontosabbnak ítélt művei kaptak helyet. Ahogyan Kati tavasszal fogalmazott, ezek a válogatások a tagozott alkotóinak egyfajta közös névjegyei. Mielőtt elkezdenénk beszélgetni előjáróban, annyit szeretnék még mondani, hogy a kegyelet percei ezzel nem szűntek meg, hiszen egy olyan embernek is fontos érdeme van ezen antológiák létrejöttében, aki ma szintén nem lehet itt velünk, ő pedig Oláh János, hiszen az ő érdeme is, hogy ezek a kötetek megjelenhettek, és János nem csak a kollektív magyar emlékezet irodalmi ábrázolásával tett nagy szolgálatot a magyar irodalomnak, hanem irodalomszervezői munkásságában is mindig közösségben gondolkozott főszerkesztőként és kiadó vezetőként egyaránt, és Jánosnak ezek az antológiák, legalábbis a kettő közül az egyik, az utolsó, egyik nagy vállalkozása volt, tehát a mai alkalommal az ő szellemét, lényét is szerettem volna legalább ezzel a néhány mondattal megidézni. Magam pedig Bíró Gergely vagyok, író és szerkesztő, és megkérném akkor kedves beszélgető társaimat, hogy fáradjanak ide az asztalhoz. Az első kérdésemet Mezei Katalinhoz intézném, azt előre bocsátom, hogy a régi ismeretségünkre való tekintettel kedves kollégáimmal és barátaimmal tegeződni fogunk. És Kati, milyen gondolat hívta létre ennek a két antológiának, válogatásnak a megjelenését? A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatában született meg egy beszélgetés, egy tagozati ülés során az ötlet, a gondolat, hogy jó volna egy ilyen kettős antológiával, egy próza és egy vers antológiával valami módon egy olvasókönyvet adni a kedves érdeklődők kezébe, hogy kik is azok, akik a Magyar Művészeti Akadémián írók, akadémikusok. Ugye biztos mindannyian hallottuk, hányszor böcsmérelték ismerősök, ismeretlenek sajtóban és médiában a Magyar Művészeti Akadémia tagjait, úgy beszélve róluk, minthogyha ismeretlen, nem létező, nem valóságos alkotók voltak. Nem vettük ezt a szívünkre, tehát nem arról van szó, hogy annyira megbántottunk, hogy be akarjuk bizonyítani, és pont ezekkel az antológiákkal, hogy van életművünk, de arra gondoltunk, hogy mégis azoknak, akik szeretnek minket, akik figyelnek ránk, azoknak egy ilyen eszenciális olvasókönyvet adjunk a kezükbe, amelyből egy picit belekóstolhatnak esetleg azoknak az alkotóknak a műveibe is, akit nem ismernek közülünk. 48-an, sajnos már csak 47-en vagyunk írók a Magyar Művészeti Akadémián, és ezek az antológiák ízelítőt adnak a most éppen fontosnak, legfontosabbnak érzett írásainkból. Kinga, akkor segíts nekünk egy kicsikét, hogy a gondolattól, az elhatározástól, a céltól, amelyet most Kati megfogalmazott, hogyan lett ezekből könyv, mi ezeknek a könyveknek a története, egyáltalán hogyan készültek el ezek a válogatások? Hát igen, kalandosan, hiszen gondoljon bele a kedves olvasó abba, hogy mennyire vastagok ezek a könyvek, és milyen sok szerzőtől kellett határidőre kéziratokat kérni. És azért ennek az egész vállalkozásnak a motorja, hogy te is említetted a beszélgetés vezetést elején, Oláh János volt, aki ugyan a névileg a költészeti antológiát szerkesztette, de nekem is nagyon-nagyon sokat segített a szerkesztői munkámba, tanácsaival, meglátásaival. És tulajdonképpen itt nagyon fontos alapelv volt az, hogy a szerzőktől kértünk írásokat, szóval részint a szerzők válogatása is, illetve volt olyan eset is, amikor a szerző nem küldött, mert már annyira idős, vagy valami miatt így később küldte meg, és akkor mi válogattunk beleírást, én válogattam beleírást. Volt olyan is, aki teljesen ránk bízta, volt olyan, aki több írást küldött, és a választást bízta ránk. Amit még ki szeretnék hangsúlyozni itt a próza antológiával, de ez igaz a költészeti antológiára is, hogy gondoljunk bele, hogy mennyire sokszínű a mai magyar irodalmi életünk. És nagyon jól bizonyítják szerintem ezek a kötetek azt, hogy teljesen létjogosult az, amikor mi kánonokról beszélünk, és nem egy kánonról beszélünk.
És teljesen mutatja ezt a sokszínűséget, hogy mennyire sokfajta esztétikai iskola követő alkotó. Szóval nem egységesek ezek az írások ilyen értelemben, hanem nagyon-nagyon sokszínűek, nagyon sokfajta beszédmód jelenik meg bennük, látásmód, és tényleg nem szeretnék neveket kiemelni, de érdemes emiatt is kézbe venni, és ilyen módon elgondolkodni az irodalmi életünkről. És egy másik nagyon nagy erénye a könyvek, hogy nem csak a hazai, hanem a határon túl is, tulajdonképpen a Kárpát-medencei mai magyar prózák, mai magyar versek ezek. És egy másik érdekesség, hogy milyen sok az átfedés a szerzők közt a két kötetbe, és milyen jó dolog az, hogy vannak, akik versben és prózában is megmutatják a tehetségüket, és mind a két módon alkotnak, és természetesen ilyenkor nem azt csináltuk, hogy eldöntöttük, hogy na akkor az egyikbe fölvesszük az illetőt a másikba, nem, hanem mind a két kötetbe jelen lehettek az írásaikkal. Mennyire volt könnyű a könyvben szereplő szerzőkkel szót érteni, egyet érteni, ha esetleg egy olyan helyzet állt elő, hogy ő összeállította azon írásait, amelyeket szívesen látott volna maga után, és esetleg ti ezzel nem értettetek egyet, volt-e ilyen helyzet szerkesztés közben? Ilyen helyzet nem volt. Igazából itt a terjedelmi korlát volt az, ami egy kicsit nehézkesítette a szerkesztési folyamatot, mert azért elég terjedelmesek így is ezek az antológiák, és ráadásul nagyon szépen szellősen lettek tördelve, ami szerintem mindenképpen fontos volt, mert az olvasó, az olvasást könnyíti, szóval az olvasói szemnek nem mindegy, hogy egy zsúfolt, csupa bolha betűből álló szöveget vesz a kezébe, vagy pedig egy szép letisztult szöveget. És igen, vannak közte olyan írások, amik nagyon hosszúak, és vannak olyan írások, amikkel az ember elgondolkodott, hogy ennyire hosszú írást betegyünk-e, vagy inkább cseréljük egy rövidebbre. Volt olyan eset, ahol úgy döntöttünk, hogy maradjon. Maradjon a hosszabb írás, mert nem csak azt néztük, hogy milyen esztétikailag az az írás, hanem azt is, hogy miről szól az az írás. És bizony van két olyan hosszú írás is a kötetben, ami azért létjogosult a terjedelmével együtt, mert egy olyan érzékeny problémát érint, ami húsbevágó, nevezetesen a rendszerváltás körüli eseményeket. És ez egy nagyon nagy erény ennek a kötetnek szerintem, hogy nem szövegben gondolkodtunk a szerkesztés során, hanem az volt az elpelvünk, hogy olyan írások legyenek a könyvbe, ami a mi életünkről szól, hiszen az irodalom az életünknek a lenyomata. Mindenkor írója reflektál a maga korára, és igenis, amik történtek velünk az elmúlt évtizedekben, traumák, vagy akár örömök, hogy ezek megjelennek az irodalomba, lenyomatot képeznek, és ezeket a műveket felmutatni szerintem igenis nagyon-nagyon fontos, főleg abban a korban, amikor ezt a típusú irodalmat szerintem hátrány éri. Tóth Erzsébet, költők, szegények. Az idő ismeri a lehetetlent, de nem mutatja meg mindenkinek. Éppen elég kiválasztottjaival elboldogulnia. Néha virágzó cseresznyefának hívja őket, olykor batyujukkal a hátukon menekülőknek. Megnevezi haza. Megnevezi, üldözöttek. Néha azt mondja, bolond, bántani nem engedem. Költők, szegények. Évezredes barlangokba néznek, mindig új napot használva elemlámpának. Ahányszor akarják, annyiszor lépnek ugyanabba a folyóba. Levegőben kapják el a halat, mint a kormoránok. Mindig találnak tiszta falat az imádságnak és az éneknek. Ők, akik a költészetből kapják az önkívületet, a drogoktól a józanságot. A marionett motelt is el kell hagyni egyszer, és eltűnnek a maori szigetek. A klónozott arcért is jönnek, mindet akarják, az igazit, a hamisat, a maszkot, az újszülöttet és a félig már rohadtat. Nincs annyi és olyan rabszolga, annyi és olyan szép agyhalott, ami elég lenne nekik.
A költő mosolyog, mert ő az idő kiválasztotja. Szabadság, szerelem, mondja új nyelvén, amit még nem ért senki. Szabadság, szerelem, a többit vihetitek. Ág István, felejthetetlen. Kifényesednek magukban a kilincsek, levetett ruháim esettsége megszűnik, mert itt van, hóna alatt napra forgó kalappal, ruhája májusi dombocska oldala, testére repült és becsavarta, s idehozta, pedig nincs köze hozzám, ide jött, bár nem akarta. Megjelenik, s a mennyezetre vetkezik, cipői, bársonykötői, ruhái, szilveszteri lampionja közé csipke nadrágban lefekszik. Ikrei térdén isznak teljes üvegből. Tekinget, mint anyarigó a diófán. Alászáll, mintha vízpartra jönne le hozzám. Asztalomra ül, olvassa leveleimet. Kisajátítja tollamat, könyvem utolsó lapját. Ingembe bújik, függönnyé és húzattá változik, ébresztő órám lesz, éjféli cigarettám, érte fizetni nem kell szerelmet vallani, nem kell esketők tanuk elé vezetni, nem csal, nem karmol, nem csapja földhöz magát. Én teremtettem, bennem létezik, megunhatatlan és felejthetetlen. Jókai Anna, a lovas imája. Nappalra fekete lovat adj, hogy kitessék a fehér fényben, és fehér legyen a ló, ha ránk szakad a fekete éjjel. Ha a gyeplőt elejteném, a fekete akkor is haladjon. Ha álmodozva elkószálnék, a fehér az úton marasszon. Versenylova kíméljenek, cirkusziló sem kell. Megedződött hátas lovunk elbír a tereppel. A fekete a sorompót tiszteli, de a fehér átröpül rajta. Félni csak az félhet, aki a lovakat hajtja. Váltott lovak, de egy nyereg. 24 óránk gyorsan lepereg. Csak a ló pihen, az ember soha. Felette csattog Isten ostora. Kányádi Sándor, bot és furuja. Legelső ajándék, amit kaptam, egy bot s egy furuja. Cifra volt a bot, füstös a furuja. A szomszédunk adta volt egy öreg pakulár. Sonfa volt a bot, szilva a furujám. Bölcs szavakat is adott a bot, s a furuja használatához nekem a vénduka. Az ember ott kezdődik, és ott a pakulár, ha jól fogja a botot, s ha szépen furujál. És későbben se tellett gazdagabb batyura. Minden vagyonom ez volt, egy bot s egy furuja. Aztán fönnakadt egyszer a bot egy almafán, így lett botom is egyben szép, füstös furujám. Berta Zoltánhoz és Jánosi Zoltánhoz fordulnék. Hogyan tapasztaltátok, milyen fontosabb tematikus csomópontokat lehet megjelölni a kötetekben? A válogatások alapján mi foglalkoztathatta leginkább a bennük szereplő írókat, költőket? Nyilván ezek a tematikus csomópontok a vers és a próza kötetben különbözhetnek is akár egymástól. Köszönöm szépen a kérdéseket. Tisztelt jelenlevők, tisztelt közönség! Hadd kezdjem a választ egy
Csóri Sándorra történő utalással. Az egyik Alekszandr Szolzsenyicinről írott eszéjében azt írja, hogy ha valaki a sötétségben meggyújt egyetlen szál gyertyát, akkor már rengeteget tett a némaság és a fénytelenség ellen. Na most Csóri Sándor ezt a gyertyát hol a homlokában, hol a tenyerében, hol a szívében hordozta a Kárpát-medencében, mikor, milyen volt a történelmi helyzet. Az, ami ebben a két könyvben megjelenik, az ennek a gyertyafénynek a folytatása. Amikor elolvastam mind a két könyvet, amelyek súlyos alkotások, valóban a fizikai súlyukra nézve is, akkor Ady Endrének az egyik verszaka jutott eszembe, mint a két könyvnek az alapszándéka, hogy újjunk begyéből vér serken ki, amikor téged tapogatunk, te álmos szegény Magyarország, vajon vagy te, és mi vagyunk? Hát én úgy érzem, hogy mind a két kötetben nagyon azonosak a hangsúlyok, a magyarságot, a magyar létet tapogatják körbe. Megpróbáltam megnézni, hogy hányszor szerepelnek ezek a szavak a két kötetben, hogy nemzet, hogy haza, hogy magyar. Azért is érdekelt ez, mert 1971-ben kiadott politikai kiszótárban ez a szó, hogy haza, nem szerepel. Megnéztem a végén, hogy végül is milyen elvek alapján alakították ki az akkori szótárt. Az volt benne, hogy csak a kommunikáció szempontjából fontos szavak találhatók benne. És összegyűjtöttem néhány idézetet, és engedjék meg, hogy ebből fölidézzek, és mindjárt hadd emlékezzek akkor Oláh Jánosra. Az egyik idézettel, hogy ha már a két kötet témáját keressük. Olyan nehéz szótlanul szólnom hozzád, szétszabdalt, kivégzett, hazátlan ország. Mert néma vagy, és néma vagyok én is, e némaság ínyemből serkent vér íz írja. Azután a hazáról tovább. Ha nézek-e mocskos földre, ha nézek-e tiszta földre, ha érdemes, ha hiába, innen kell felállnom. Hazámra itt rátaláltam, hazámat itt elvesztettem, akkor is, ha megtagadnám, föltömi be a számot. Írja. És erre Csóri Sándor mellett Nagy Gáspár is valószínűleg rábólintana, hiszen folytatná tovább akkor ezt az Oláh János verset úgy, hogy Petőfivel, hogy hazámra rátalálok, a bot ütése, mint az óraver, hazámra rátalálok, ha népe már nem is keres. És folytathatnám tovább. Tamás Menyhértől lehetne mondani az idézetet, Kovács Istvántól, Döbrentei Kornéltól, aki Széchenyi Istvánra emlékezik, Kisbenetektől ezeket a szavakat, a verscímet, hogy szeressétek a nemzetet. Tornai Jóskától, hogy vannak itt magyarok, Bogdán László áltörténeti versében, amelyben Balassi Bálintról szól, elvész az ország, Balassi aludj, alszik a róna, a csonkaberek, alszik a három részre szakadt ország, őslakók, hódítók, idegenek. És így tovább, és így tovább. Tehát az alapfogalom, amely köré minden sűrűsödik, a haza, a nemzet és Magyarország. Na most, ha fölrepítenénk egy képzeletbeli drónt, hogy tekintsen alá erre a két kötetre, hogy melyek ennek a földrajzi és a történelmi koordinátái, akkor nagyjából a következő állna össze. Valóban, ahogy Erős Kinga említette, a teljes Kárpát-medence benne van. Tehát most induljunk el a felvidékről, szépen körbe megyünk, Erdély nagyon szépen képviselve, a délvidék, Magyarország, sőt, még a Oravec Imre verse, illetve most a Hopi verseire gondolok, de regény részlete révén ugye az amerikai magyarság, és Ferdinándi György révén pedig a nyugati magyarság. Talán ez a legkevesebb, a nyugati magyarságra esett most itt egy kicsit kevesebb fény. És hogy befejezzem akkor a bevezető gondolataimat, ha pedig az időben, a történelmi időben nézünk vissza, akkor természetesen meg lehet találni a legfontosabb csomópontokat, és beszélünk majd erről is. De egészen a honfoglalás ide, hát szinte Szent István korától a versek és a próza is átfogják ezt a
teljes magyar történetet, nyilván csomópontokra alapozva. Ott van Bogdán Lászlónak a Promenád című novellája, amely egyetlen erdélyi város révén az 1300-as évektől beszél a jelenig, hogy az a bizonyos tigris mindig ott settenkedett körülöttünk. Röviden ennyit bevezetőként. Folytatnám tisztelettel ezeket a gondolatokat. A kötetek szerkesztése bravúrosnak mondható. Olá János különösen bravúros munkát végzett a költői antológia megszerkesztésében. Igaz, hogy a szerzők adták ezeket a verseiket, ajánlották föl az antológiába, de nyilván a szerkesztőnek az iránymutatása alapján. És ez az iránymutatás olyan szuggesztív volt, olyan erőteljes volt, hogy mindenki tudta, hogy milyen verseket küldjön. Ezek a versek kereszt és hossz metszetében is rábillantanak az egész költői életpályára, mindazokéra, akik benne szerepelnek ezekben a kötetekben, a költői antológiában kiváltképpen. Hiszen régi versek is szerepelnek benne, újak is. A legjellegzetesebbek is, de olyanok is, amelyek máshol még meg sem jelentek talán, vagy ritkábban olvashatók. Krisztológiai számú költő jelenik meg a vers antológiában, hiszen 33-an szerepelnek. Fél percet igényel, hogyha felolvasom, hogy Ág István, Bogdán László, Buda Ferenc, Dobai Péter, Döbrentei Kornél, Farkas Árpád, Fekete Vince, Ferences István, Füzesi Magda, Gál Sándor, Janku Laura, Jókai Anna, Kalász Márton, Kányádi Sándor, Kis Anna, Király László, Kis Benedek, Kodolányi Gyula, Kovács István, Mezei Katalin, Nagy Gábor, Nagy Zoltán Mihály, Olá János, Oravec Imre, Orosz István, Serfőző Simon, Szent Mártoni János, Tamás Menyhért, Tornai József, Tóth Bálint, Tóth Erzsébet, Tőzsér Árpád és Vári Fábián László. Egy német teológus, Gerhard Ebeling úgy fogalmaz, hogy a szó az mindig és okvetlenül egyúttal sors esemény is. És valóban a szavaknak a lélegzete azt jelenti, hogy a szavaknak egzisztenciális súlya van. Az életünket jelenti a szó. Az életünket, a létezésünket, a létezésünkbe pedig beletartozik a személyes és a közösségi sorsunk is. Heidegger úgy mondja, hogy a legmagasabb rendű irodalmi nyelvi képződményben, az irodalomban, a költészetben nyílik meg a létezés igazsága. A létezés igazságához pedig hozzátartozik a megélt múltunk összes igazsága, összes valósága és összes lényeges mozzanata. A legmagasabb rendű minőségű műalkotás tehát belesűríti, magába sűríti egy közösség, egy nemzet egész sorsát és egész történelmét, mondja ugyancsak Heidegger. Az irodalom autonómiájához, szabadságához és igazságához tehát hozzátartozik, hogy a létezés minden szférájáról beszéljen. Ki merészelné megtiltani azt, hogy a költő ne szóljon a saját édes hazájáról, a saját múltjáról, a hagyományairól, a nemzetéről, a közösségéről. Ki merészelné korlátozni a költészet szabadságát, ki merészelné azt mondani, hogy abba nem tartozhat bele tematikusan sem a zivataros évszázadok sok-sok tragikus történése, nem tartozhat bele a sok-sok sors trauma, és a költőnek csak a magánéleti problémáiról lehet szava. A szavaknak a lélegzete tehát életet lehellő, életet igazító, életet segítő és életet kifejező jelentőséggel bír. Vigasztaló nagy csöndes ének lélegzete a mindenségnek. Halljuk Farkas Árpád verséből. Vagy frissen lélegzett beszéd, mondja Janku Laura. Vagy becsüld a szavak lehelletét. Ezt angolul is írja Kodolányi Gyula, The Breath of Words, a legvégül jön meg a szó.
Innen jön a cím, a bravúrosan, szintén bravúrosan megválasztott cím, hiszen egész pontosan így ez a motívum nem jelenik meg, de nagyon sok helyen felbukkan különféle variációkban. Úgyhogy Kodolányi Gyula szóhasználata áll a legközelebb a címhez, de hát Kovács István, aki a kilencek költő nemzedékéhez ugyanúgy hozzátartozott, mint Mezei Katalin, Olá János, a jelenlévő Péntek Imre és másokat is emlegethetünk, ő így fogalmaz, amikor Utasi Józsefnek ír egy verset, lelkünk sebes vagy sebhelyes, s az lélegzetvételünk is. A lélegzet, a szó, a beszéd, az a horizontot is tágítja, a gondolkodásmódunkat is, és azt érzékelteti, hogy a történelmünkhöz, a hagyományainkhoz, a népünkhöz eltéphetetlenül hozzátartozunk. Ha netalán az űrig nem sikerül szállnunk, s e rögös földre mégis visszatérnénk, csak Lábújhegyen, halkan, apáink hűlő, drága arcán járunk. Ez Farkas Árpád gyönyörű szép költeményéből az utolsó néhány sor. Erre gondolunk tehát mindig, amikor a költészetre gondolunk, az irodalomra, a szavakra, a szavak lélegzetére, az elődeinkre gondolunk, szellemóriásainkra gondolunk, Csóri Sándorra gondolunk, Olá Jánosra, és mindazokra, akik lehetővé tették, hogy ma 56 után, 60 évvel szabadon és az igazságot keresve és az igazságban bízva megnevezzük bajainkat és kifejezzük vágyainkat a teljesség iránt és a transzcendens bizodalom iránt. Érdekes egyébként, csak Zoli észrevételét egészíteném ki, hogy a próza antológia is éppen 33 szerzőt tartalmaz. Én nem tudom, hogy ez szándékos volt-e részletekről, vagy teljesen véletlenül. Akkor Maria, megkérnénk téged, hogy gyere fel a színpadra és szavalj tovább. Kis Anna, szegény Félixem meg a praktika. Nepomuk részlet. A fenét! Gondol bele, Nepomuk. Én itt utazgatok a felhőn, és teljességgel megfeledkezem szegény Félixemről. Mert ha a patikus a kalapjával érkezett ide, ami tény, később veszített el, szegény Félixemhez is hozzátartozik a Flaubert, ha a fotográfiának hinni lehet. Jó, mondjuk vér az nem folyik, mivel lehetetlen. Itt a Félix. A Flaubert puskával? Nem, ez csak a patikus. Mit ijeszteget maga engem? Már ki vagyok idegileg. Nepomuk fenn utazgat a felhőn. A felhőből nagy hó van készülőben, alacsonyan jár, felhallik a kutyák marakodása. A szép Regina lány suhogtatja a frissen mosott lepedőket, fülsértő üveghangon énekel. Regina lány! Kapucsattanás, utcahosszat csengés, suhogás, mert a szép Regina lány szoknyái selyemből vannak. Ezüst csengők szólnak az alján. Aha, mondja a patikus, aha! Meg vagyok kísértve. Én a kísértet vagyok megkísértve. Mit keres maga itten? Hagyjon békén a szalmiák cukorral. Hadarnak valamit oda lenne a kereplők, a patikus hajadon fővel igyekszik lefelé, s Nepomuk világító tollaiból kihirdeti a mindenségnek. Addig élünk, ameddig akarunk. A döjfesség bűnébe estél, így a teremtő. Feltartja ujját a kamilla gőzből, segbe rúgja Nepomukot, s egy egetverőt tüsszent. Egészségedre! Ordítja vissza Nepomuk. Lélek, kitekerem a nyakadat! Szögezi le a kapu álló. Péter, ne irigyeld a boldogtalant! Igyekezz lefelé, válaszd szét a kutyákat, összevesztek a pörzsöld disznó papucsain.
Hogy mer valaki ilyen gyönyörű, szép lenni? Csapja a talpas poharat, a kancsó mellé Nepomuk. Keresgéli a szoknya kapcsokat, csengeti lefelé a millióm szoknyát. Honnan van neked ennyi szoknyád? Honnan van ennyi hajam? Azt nem kérdi? Nem kérdi, Nepomuk, épp csak a szája jár, mert elakadt a szoknya kapcsokkal. Különben is. A szép Regina lány énekétől pirosba fordult a világ. Magáért megszólalnak a kakasok. Ne praktikázz, dehogy is szólnak. Fényességes dél van. Nepomuk veszkődik a kapcsokkal, áldja a varróasszony tudományát, s mindenféléket kérdez szokás szerint. De a Flaubert puska csak nem hagyja békén, még a szép Regina lány ablakában is dupla csöveket lát. Nézzük csak, sorolja a szép Regina lány, mit tehetünk? Erre fű nem jó. Töröljük szegény Félix szemet. Úristen, szökik fel mellőle Nepomuk. Ha egyszer én a fejedbe láthatnék. Temesi Ferenc, a szívböjtje. Részlet. Pedig amerikai ember írta azt is, hogy ha magunkhoz veszünk egy éhező kutyát, és ellátjuk minden jóval, nem harap meg. Ez a legfőbb különbség a kutya és az ember között. Hát most kinek higgyek? Hiszen Hitler például csak a kutyáját szerette a világon. Csupán azt nem értette, amit az összes Komornyik Sámuel nevű 19. századi angol regényíró megírt. Minden állat tudja, kivéve az embert, hogy az élet végső célja élvezni azt. No de, elég az elméleti eskedésből, kutya fáradt lettem tőle. Wow! Mindjárt enni adtam neki. A darab kolbászt egészben nyelte le. Az úr 1975. esztendejében, Buddha után 2038-ban, ebben a pillangó formájú, megszállt, de el nem röpült országban 20 forintért adták a legolcsóbb kolbász kilóját. A tejbe azt lefetyelte, hogy hagyok, 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 de még a darab sajtot is kinézte a számból, amit a hollót rászedő róka nem vitt el. Adtam neki belőle, mert Tömörkény István, ismeretlen magyar író szerint, megfájdult volna a szemem különben. A két kis írterrier kutyánkra gondoltam, akik a túltenyésztettség miatt mindketten epilepsziában múltak ki. A nem is tudom hány száz jó tanács kutya kedvelőknek ellenére. Ezt persze nem kellett elmesélnem annak az evéstől jókedvre derült fajtiszta korcsnak, akiről lerít, hogy végelgyengülésben fog kimúlni, ha csak egy jó akaratú, kétlábú, de nem madár mi az, el nem adja valamelyik emberklinika humanistáinak, akik majd különböző vegyszerekkel halálra kínozzák. De kit érdekel az ilyesmi egy olyan országban, ahova lovak élve kerülhetnek a nagyipar forrázó üstjébe, ahol rosszul elkábított teheneket elevenen darabolnak fel. Minden szag elmondta neki a múltat, pedig a kutyaház közelébe sem ment. Játékba kezdtünk, amelyről mindketten tudtuk, halálosan komoly. Aki legyőzi a másikat, azé a kert, s a ház minden lakója. Nekem ugrott, de kitámasztottam a lábam, nem bírt feldönteni. Felém is kapott, de csak jelzésszerűen. Amikor megértettem, hogy nem fog megharapni, eldőlt a küzdelem. Néhányszor a nyakánál fogva földhöz teremtettem, majd a hasa alatt átkarolva fölemeltem. Ez döntő volt. Amint letettem, megráztam a nyakszirtjénél fogva, mint kölykét az apa állat. Egy fánál szagmintát vett a vizeletemből, végképp meggyőződve róla, hogy kan vagyok.
A farkát kezdte kergetni. Forgott a szédülésig, mint az összefogóckodott kislányok, akik először érzik azt a szédületet, amit majd szeretkezéskor fognak. Egyetlen kutyától nem láttam még ilyet. Nem tudtam, mit jelent az ő nyelvén, az ő jeltárában. Közben kaffogott vadul. Borúsan néztem. Egy ilyen kutyából sohasem lesz szellemi olimpikon. Lehet, hogy megérezte rosszallásomat, mert még aznap éjjel megszökött, és soha többé nem láttuk. De látta őt Ernő, a cigány fiú, akinek Mari volt a karjára tetoválva. Mari jó esélyei voltak a srácnak, hogyha ennek a szerelemnek vége szakad, találjon a tetováláshoz egy másik nőt. Szóval, egy kis hozzátoldással nem csak romnyi Marik, de gágyi Marietták is szóba jöhettek. Ernő délután a füvet vágta a kertben, mert én csak öntözni tudtam, kaszálni nem. Az nem kifogás, hogy akkor még sem kaszám, sem fűnyíróm nem volt. Ernő a szomszédos templom réten vágta a füvet gépével, és persze jól jött neki a feketében levágható zöld fű, amely az előkertet kivéve az egész telket benőtte. Még találkozott a kertben Bundással, és amikor egy hét múlva fölemlítettem neki a kutya eltűntét, földerült képpel mondta. De hiszen láttam tegnap a Tessedik téren. Féltettem a kutyát. Akkoriban hozta pártunk és kormányunk azt a demokratikus, szocialistán törvény erejű rendeletet, amely többszörösére emelte az ebadót. A kesztelésből tartott kutyákéit, mert eladdig házőrzőért nem kellett fizetni. Mostantól azután is kellett. A környék, amely valaha középosztálybeliek, kis tisztviselők nyaralóhelye volt, hamarosan benépült a gazdik által, autón, buszon ide hurcolt, majd itt szélnek eresztett kutyák falkáival. Valóságos sintérparadicsom lett. Veszekedésektől hangos, mert a kutyatartó környékbeliek megpróbálták kiszabadítani az elfogott kutyákat, de legalábbis a sajátjukat. A vadászok könyörtelenül irtották a szerencsétlen házi állatokat, akik a szükség parancsára ősi módon újra falkákba verődtek, a szó mindkét értelmében, és a bekerítéssel elfogott őzek nyulak húsán éltek. Másnap Ernő beállított hozzánk. Madzagra kötve vonszolt egy kutyát. Termetre hasonló volt, mint a farokkergető, megfelelően bozontos is, a feje akkora, mint a régi. Fából készült, redőnyös tetejű, dupla rekeszes tolltartójé, amely után hiába is sóvárogtam gyerekkoromban. Csak egy-két módosabb fiúnak volt ilyen. Úgy látszik, nem csak a kutyák, Ernő is színvak lehetett. Elég baj, mert csillogó szemmel mesélte, nem sokára leteszi a 8 osztályt estén, és neki akkor jogosítványa is lehet, azaz motra. A hűtlen kutya szürk és barna volt. Ez meg zsömle színű. Néhol fekete foltokkal, barnás-vörös árnyalatokkal, a fülei rőtek. A lelkem is keverék volt, de valami nemesebb fajtából. Angol juhász, írszetter, de talán még erdélterjervére is csörgedezett az ereiben a többi mellett. És a pillantása, azok a mély barna, okos szemek. Hisz, ez egy akaraterővel, felfogó készséggel, egy szóval éltető, szellemmel bíró állatporgár, aki miként Jack London bátyó vagy rossz magam, ismeri a szeretet rapságát, a bánat örömét, a harag gőgét, vagy akár az önérzet iróniáját. Csak néztük egymást. Ez nem az a kutya, Ernő. Mondtam. Nem, felelte Ernő szomorúsággal a hangjában, mert egy százasra számított. Nem. Ez jobb, mint a másik volt. Tévedni emberi dolog, nem tévedni állati.
gondoltam. Kovács István. Elment egy hajléktalan. SMS üzenet fiamtól. Meghalt Vadóc úr. Szomorú vagyok. Biztos a sorsa miatt is. Szeretett engem. Egyszer a Liget kocsmában megkérdeztem, mi a kedvenc nótája? Kérte, játsszam el neki a himnuszt. Köszönjük szépen Mariannak az újabb szövegek tolmácsolását. Egyébként meg is leptél nagyon, mert hogy egy ilyen áradó, humoros, nagy mesélőkedvű írásból átváltani egy ilyen versre egy-két másodperc alatt, hát biztosan ebben áll a művészeted. Zoltánoknál maradva folytassuk azt a csapást, amelyen elindultunk. Arra volnék kíváncsi, hogy hogyan tapasztaltátok, melyek azok a fontosabb történelmi fordulópontok, amelyeket a válogatásokban szereplő jelentős részben a magyarság sorskérdéseire érzékeny írások feldolgoznak a könyvekben. Részben már megpróbáltam illusztrálni az előzőekben, de azért meg lehet nevezni évszám szerint is. Tehát a honfoglalástól Szent István királyon keresztül jövünk szépen, közeledünk a jelen felé, és akkor ilyen kulcspontok vannak különösen, ahol besűrűsödnek a figyelem szempontjai, a trianoni békekötés, Trianon tragédiája, ez különösen a határon túli alkotóknak az írásaiban, verseiben és prózájában is üt át, akkor is, ha nem erről beszél pontosan. De amikor megkérdezi Grendel Lajost egy autobiografikus írásában, hogy honnan tud magyarul, honnan tud ilyen jól magyarul, akkor nyilvánvaló, hogy ez a rejtett kérdés is benne van. És nem csak nála, hanem Tőzsér Árpádnál is, és az erdélyieknél is. Azután következnek a Rákosi évek. Következnek a Rákosi évek, ez már nagyon-nagyon sok írónál ott van. Rengeteg egyéb egyébként műfaji szempontból az emlékezés, illetve az emlékezésre ráültetett novella, analízis Ág Istvánnál, Albert Gábornál, Gál Sándornál, és sorolhatnánk még tovább. A következő nagy fókusz pedig természetesen 1956. Az 1956-os forradalom, amelynek most a 60. évére emlékezhetünk, és ez is ott ízzik úgy a költeményekben, mint a prózákban, és a határon túliaknál is. Ez egy nagyon különös szempont. Hogy élt át Ferences István? Akkor bevarta a kabátja belső zsebébe az igazi magyar címert, és megfogadta, hogy nem fog táncolni addig, amíg itt szabadság nem lesz. Egy gyermek fogadalma. Hogyan élt ott 56, akik nem vettek részt mondjuk fegyveresen vagy az utcán a jelenlétükkel ezekben az akciókban. Azután egy nagy fordulópont még 68, de 68 különösen az akkor csehszlovákiai magyar íróknál. Ugye a kettőség érzése, hogy jönnek a magyarok, de tulajdonképpen mi lesz ebből? Hogyan változik a történelmünk? Majd pedig közeledünk a jelen felé, míg el nem jutunk, most csak egyetlen egy műcímet idézek, Ács Margitét, a Kontárok idejéig, ugye ez egy regény részlet, ami egyszerre utal a házépítésben való kontárságra, és egy korszakban működő kontárságra, ami a történelmet babrálja el, rontja el ismételten. De hogy a gondolataimat lezárjam és átadjam a szót Berta Zoltánnak, még egy fontos megjegyzést szeretnék tenni. Nagyon jó, hogy itt elhangzott Kis Annának, illetve Temesi Ferencnek a novellája, hiszen ez azt igazolja, amit egyébként is mondani szerettem volna, hogy senki ne gondolja azt, hogy a magyar költő és a magyar író állandóan azon töpreng, hogy mi történt a nemzetével, mi a nemzet sorsa, ez természetesen egy alap. De valami kápráztatóan gazdag, tematikailag is ez a két kötet. Tehát úgy van benne a teljes lét, ahogyan azt Adi
megpróbálta ciklusokba rendezni, tele van gyönyörű szerelmes versekkel, szerelmes történetekkel. Tele van családművekkel, anyaversekkel, még ha ezek gyakran szomorúak is, mint éppen Mezei Katalin esetében. Fájdalmas versekkel, öreg emberekről szóló alkotásokkal, a halászó emberre gondolok itt, Farkas Árpád, mikor az öreg emberek mosakodnak, Fekete Vincének egy megdöbbentő versére, és magára az öregedés folyamatára is. Hát ez megjelenik öregség, betegség, és ennek a teljes lélektana Jókai Anna, Olá János, Tornai József, Orevec Imre, Fekete Vince pedig ő fiatal a költészetében. Azután hallhattunk olyan művet is itt Tóth Erzsébettől, amelyet hát Nagy Zsukának a Mégis Marionett című verses kötetéhez írt, amikor Nagy Zsuka hozzáfordult, hogy nagy remegve, hogy vajon ad-e egy nagy költő nekem ajánlást. Na ez is a magyar irodalom és költészet, a szövetségek, és lám az a vers is itt van ebben. És akkor beszélhetnénk még egyéb tematikákról is, tehát a történelemre szűkítés az csonkítaná a köteteknek a jelentőségét, ahogyan Berta Zoltán is fogalmazott, totalitásban jelennek meg itt az élet témái. Az a beszéd, a sorsbeszéd, a szó tehát egzisztenciális jelentőségű, akkor is, hogyha komolyan gondoljuk, és akkor is, hogyha vidáman gondoljuk el. Ezzel szerettem volna folytatni Jánosi Zoltán gondolatát. Tehát vidáman is gondolhatunk arra, hogy milyen az életünk, milyen a sorsunk, milyenek az évszázadaink, a zivataros évszázadaink, hiszen minden hozzánk tartozik. A szerelem, az öröm, a bú, a bánat, a dicsőség, a remény és minden. Ezért rendkívül széles tematikájú valóban, és széles műfajú az a két antológia, amely előttünk áll, és az a spektrum is rendkívül színes, amelybe beletartoznak a történelmi sors tapasztalatok, a gondélmények, a sors traumák. A háborúk például a 20. században, a két világháború, a magyar szétszóratás, Trianon szétszóratása, azután az emigráció, a kisebbségi sorsba szakítottság, a Málenki robot, az elhurcoltatása a magyaroknak, a Rákosi korszakban való tönkretétele, eltiprása a magyarságnak, 56 reménysugara és 56 leverése, Ág István októberi fogadalom című verse, vagy Mezei Katalin október hazalátogat című költeménye nem csak 56-ra, hanem a 10 évvel ezelőtti eseményekre is visszagondol, ami nem politika és nem aktuál politika, hanem történelem. Történelem az, hogy még egyszer meggyalázták 56 szent eszményét, és még egyszer meggyalázták a magyarságot. Ezt Pusztai János, egy kiváló erdélyi író úgy fogalmazta meg, hogy a posztkommunista hatalom 2006-ban másodszor is leverte, még egyszer leverte 56-ot, az 56-os forradalmunkat. Tehát kétszer vertek le minket, mint ahogy Trianon is kétszer történt meg velünk, tehát ez mind belesűrűsödik ezekbe a versekbe. A kisebbségi magyarok költészetében Füzesi Magda úgy fogalmaz, hogy hazátlanok közt hontalan vagyok. Olyan ez, mint ahogy Olá János idézett versében, szétszabdalt, kivégzett hazátlan ország. A himnusznak az emlékezete is megelevenítődött. Itt Lezsák Sándor mesélte, hogy amikor a tanító belépett az osztálytermükbe, akkor kisebb korukban megkérdezte a tanulókat, a kisgyerekeket, hogy és ismeritek-e a himnuszt? Tudjátok-e a himnuszt? Azt mondták a gyerekek, hogy igen, tudjuk kívülről. És azt kérdezte a tanító bácsi, hogy és belülről? Ez a mélyértelmű kérdés suhan át bennünk, amikor ezeket az antológiákat olvassuk. Belülről kell éreznünk a himnuszt. A himnuszt, amelyről senki nem mondhatja azt, hogy legnagyobb sors költeményeink egyikeként nem a legmagasabb rendű esztétikai értéket is képviselné. Tehát erkölcs, etikum és esztétikum, a minőség, a nyelvi minőség,
az szorosan összetartozik. Vagyis nem a téma dönti el azt, hogy egy vers jó-e, hanem az esztétikai magasrendűsége. Az esztétikai magasrendűség viszont nem zárja ki a sors élmények hangulatának és gondolatainak a megélénkítését. Vagyis a sors problémák nem terhet jelentenek a magyar költészet és a magyar irodalom számára, a magyar sorsköltészet és sorsirodalom számára nem terhet jelentenek, hanem felszabadulást az igazságra, a szabadságra és a teljességre. Köszönöm, és Zoli, éppen az imént utaltál arra is, hogy műfajilag is nagyon sokszínű köteteket tarthatunk a kezünkben. Egy kicsit időzzünk még el, azt szeretném ennél a kérdésnél. Tehát, hogy milyen prózai műfajok fordulnak elő a metszetekben, és milyen műfaj ízlésvilágot mutat a szavak lélegzete. Hát csak néhány példával illusztrálnátok. Az irodalom történész az mindig kotorászik a papírjai között, de ez egy olyan kérdés volt, amelyet én sejtettem, hogy itt feltevésre fog kerülni, és mivel annyira gazdag maga a műfaji összetettsége a prózának és a verseknek is, hogy ezt most akkor idézném néhány vonatkozásban. Ugye említettem az emlékezést, amelyre ráül részben, rátelepszik, ránő a szociográfia, vagy maga a novella is. Albert Gábor, Kovács István, Vári Fábián László, Ferdinándi György, Gál Sándor írásaiban. Akkor vannak allegorikus novellák is, Dobay Péternek a Tető című írása, amikor ugye felmászik valaki a tetőre, és nem hajlandó lejönni, majd csak leugrik. Most azt szerettem volna még az előbb mondani, hogy akkor is természetesen, ha szerelemről vagy Istenről beszél a költő, vagy éppen a költői hitvallásról, vagy az író, vagy a kutyáról, vagy az épülőházról, akkor is ott van benne Magyarország. Tehát átsüt a sorok között az a sors, amelyről Berta Zoltán beszélt. Azután szociografikus emlékezések Duba Gyula, Mácsi József, Gál Sándor, Serfőző Simon írásaiban. Realista, naturalista, társadalompolitikai, társadalomkritikai próza, Ács Margité, Mezei Katalinnak mind a három írása, Oláh Jánosé, Cakó Gáboré. Látomásos novella Cakó Gábornak az Álom című írása. Jelképes történelem értelmező Tamás Menyhértek, ugye az a hosszú magyar regénye. De esszé novellát hoz létre Vati Zsuzsa és levélprózát Döbrentei Kornél, amikor József Attilához ír levelet. A vagány novellát műveli Fekete Vince ezekkel a lehetetlen székely történeteivel, alul már olyan értelemben lehetetlen, hogy ilyen Telsánszky Józsi Jenő Kakukk Marciára emlékeztető alul nézetből fogalmazó történetek. De van itt groteszk, örökségű, fantasztikus, társadalomkritikai írás, Orosz Istvánnak a Kempelen vonala. De műfaj parafrazeálás is van, amikor Ferdinándi György veszi a bátorságot, és a Robinson Crusoe-t írja át a maga szerelmi történeté. Nagyon jól egyébként. De van realista, filozofikus, filmszerű írás, amely az állatmese örökséget is átveszi. Hát éppen Temesi Ferencnek hallhattuk az írását itt. A történelmi dokumentáció, vagy áldokumentáció, ezt nem tudom eldönteni, Oravec Imrének a Kaliforniai fűrj részlete. Tehát Tamási Áronhoz képest meglehetősen sötét az a kép, amelyet az ottani magyarság mutat. Történelmi novella, Döbrentei Kornélnak a Dugovics Titusza. Nagyon sok egyébként a történelmi, illetve kulturális nagyjainkra való visszaemlékezés, ez akár versben, akár prózában, de ez is a sorsunk és történelemünk része. Különösen érdekes Balassi Bálint és Krúdi Gyula az, akikre szívesen emlékeznek az alkotók. Van példabeszéd és történelmi próza, ugye ez volt a Döbrentejé, idősűrítő, történelem analizáló írások, Bogdán Lászlónak a Promenádja, Király Lászlónak a Fényhull arcodra édesem. Hogy a múlt történelme hogyan szúr bele a maga töviseibe a jelenbe is, erről beszélt Ács Margitnak a novellája. De van szakrális erkölcsi eszépróza, amelyet Jankó Laura és részben Vati Zsuzsa is művel, van lirizált próza Szentmártoni János tollából, történelmi pamflet Nagy Gábortól, a Postás papagája,
és tisztában autobiografikus novella is Grendel Lajostól. És akkor még felírtam néhányat. Ugye ezeknek a műfaja sokszor meghatározhatatlan, viszonyítás. Azért említettem az előbb Tersánszkinak a nevét. Ilyen meglepetésem volt Vári Fábián Lászlónak ez a márkezi tartalmú, színes, metaforikus, élettel telített, zsongó nyelvű története, gyermekkori emlékezése, amit leírt. És hasonló gazdaságot lehet felfedezni természetesen a költészetben is. Mindez azt jelenti, hogy a megjelent írások sem tematikailag, sem műfai, sem közelítési szempontból nem egysíkúak, hanem egy rendkívül széles skálán mozogva szólítják meg a történelmünket és a közelmúlt, valamint a jelen magyar helyzetét. Még van idő? Akkor nagyon röviden csak annyit ehhez, hogy ezeket a műfaj variánsokat a költészet területén is fel lehetne sorolni, hiszen könyörgés, imádság, ima, zsoltár, vagy vidám bordal, elégia, rapszódia és millió változata a költészeti műfajoknak, a költészet típusoknak felsorolható volna, amelyek az esztétikai érték garanciájával és magaslatán szólaltatják meg mondjuk a paraszti kultúra tönkremenetelét és szétveretését, Serfőző Simon verseiben például. A kisebbségi magyarság sorvadását Gál Sándornál, akit még nem említettünk, vagy Fekete Vince a szűzanyához fohászkodik, mint ahogy Ferences István is a Csíkországban például. Döbrentei Kornél a történelmi nagyságainkat eleveníti meg. Oravec Imre valóban az öregeket, a halálhoz közelítő szegény embereket, Tamás Menyhért, egy népcsoportnak a kálváriáját, Tóth Bálint, az 56-os tragédiát, és Géresz Attilának is szentel egy verset, neki dedikál egy gyönyörű költeményt, és egy másik alapvető szintézis versében, egyébként az is a szerkesztésnek a különlegessége, hogy sikerült létösszegző, úgynevezett számvető és szintézis, létezés összefoglaló nagy világkép összegző verseket összegyűjteni, és ezért bármilyen sokféle a műfaj, a köteteknek a koherenciája, a szemléleti, szellemi, esztétikai koherenciája az megmarad. Még akkor is, hogyha kárpátaljai elbeszélő költeményt olvasunk, mint ahogy Gellért Sándornak a Magyarok háborúja leírja a II. Világháborús katasztrófát, Nagy Zoltán Mihály leírja a Málenki robotra hurcoltaknak a katasztrófáját elbeszélő költeményben. De van rövid makáma, vagy aforisztikus, rövid vers, haiku, és tovább sorolhatnánk. Tóth Bálinttól idézném azt, hogy itt az ideje számon kérni, 500 év óta mire ment ez a fejetlen csonka ország. Azt hiszem, hogy ez mottója is lehetne ennek az antológiának, vagy mind a kettőnek is, és annak a bizonytalanságnak, létbizonytalanságnak, amely egy Tőzsér Árpád a mittel metaforával fejez ki, hogy köztességben élünk, mindig a bizonytalanságban, a lét és a nem lét peremén, élet-halál sorskérdések küszöbén, és mindig fájdalommal, de reménykedéssel is a megváltásban és a feltámadás ígéretében. Bocsánat, hogyha túl szakrálisan hangzott, de engem lélekben ugyanúgy felemelt ennek a két antológiának az irodalmi anyaga, mint ahogy a minden olvasó lelkét fel fogja emelni, hogyha kézbe veszik és olvassák. Mielőtt Marian megkérném, hogy az utolsó versciklust szólaltassa meg nekünk, egy illetlen kérdésem van, amely csak amiatt illetlen, tekintettel arra, hogy a nézőtér soraiban az antológiában szereplő szerzők is ülnek, de nagyon-nagyon kíváncsi volnék rá, hogy melyik az a két kötetből az az írás, amelyet a legközelebb éreztetek magatokhoz. Tényleg illetlen a kérdés.
Úgyhogy én úgy fogok válaszolni, és senkit ne sértsek meg, és őszinte is legyek. Mert azzal, hogy kihagyok valakit. Nekem nagyon-nagyon nagy élményem volt a szerkesztés során Duba Gyulának az írása, mert pont azon szerzők közé tartozott, akitől be kellett válogatni szöveget a könyvbe, és bementem a Balassagyarmati könyvtárba, és ott volt egy csomó Duba Gyula kötet, és a Vajudó Parasztvilág című munkáját én bevallom, őszintén nem ismertem. Elkezdtem, kikölcsönöztem a könyveket, elkezdtem olvasni, és végül is ebből lett egy lovas részlet beválogatva, mert úgy gondoltam, hogy az egy olyan epizódja a könyvnek, ami nagyon megáll önmagába, és nagyon megkapó. De én nagyon ajánlom mindenki figyelmébe az egész kötetet, ami a 60-as években jelent meg, és számomra azért volt döbbenetes és nagyon érdekes olvasmány, mert aki ma egy kicsit is érzékeny, vagy az érdeklődési körébe beleesik a mai vidéki Magyarországnak a sorsa, és a mai vidéki embereknek, a kisfalvak embereinek az élete és a nehézségei, a szociális viszonyok, teljesen jól meg tudja érteni a mai viszonyokat és körülményeket, hogyha elolvassa azt a könyv, a Duba Gyula könyvét, ami szociográfiai igényességgel és pontossággal mutatja be az akkori parasztvilág megszűnését, a téleszetisítést, azokat a hálókat, folyamatokat a paraszti családon belül, a falu közösségen belül, amik megszakadnak, és amik a rendszerváltás után pedig a napjainkban valahogy próbálnak nagyon jelenleg ugye nagyon, nagyon furcsán alakulnak, és nagyon sokszor nem értünk helyzeteket, és erre nagyon jól rávilágít a legalábbis számomra a ma helyzeteinek az értelmezéséhez ez a több mint 40 évvel ezelőtti mű. Úgyhogy, és nyelvezetében is, meg egyáltalán szóval nagyon-nagyon szépen megírt, nagyon-nagyon lebincselő olvasmány. Úgyhogy a teljes művet ajánlom mindenkinek a figyelmébe, aki esetleg nem olvasta eddig. Én fel vagyok mentve, ugye? Akkor én szemtelenül személyes leszek. Nekem tanítványom volt a Károly Gáspár Református Egyetemen Tari Orsolya, aki a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi kismonográfia sorozatában Tóth Bálintról írt egy összegző pályaképet, és Tóth Bálintnak a Krisztina városi körmenet az, ami ma aktuális is, és amely megrázó, és amely méltó elemzést kap az én tanítványom monográfiájában. Úgyhogy ilyen személyes közöm is van. Ilyen módon 56-hoz, vagyis az a készfogások elmélet, amit I.S. Gyula fogalmazott meg, hogy tovább öröklődnek az értékek néhány készfogás során. Csóri Sándor készfogása is még olyan, amelynek a melegére emlékezhetünk, és nem szeretném most megint elszomorítani a kedves közönséget. Én bennem nagy a szomorúság, mint ahogy mindnyájunkban természetesen, de az ő készfogása is további erőt fog nekünk adni, hogy fiatalok irányába és fiataloknak a szemléletvilágába bele tudjuk építeni azokat az üzeneteket, amelyeken mi felnőttünk, és amelyekből a mi életérzésünk és gondolkodásmódunk táplálkozott évtizedek óta. Mielőtt erre a lehetetlen kérdésre válaszolnék, csak annyi megjegyzést Erős Kingának, hogy az 1970-es évektől a Nyíregyházi Főiskolán Duba Gyulának a Vajudó Parasztvilága kötelező olvasmány volt. Nem szabadon választott vagy választ, az kötelező olvasmány volt. Úgyhogy a nyíregyháziak ismerik ezt a regényt. Debrecenben is természetesen, Görömbei Andrásnál, hogyne. Nekem nagyon sok mű nagyon-nagyon tetszett. De most mégis olyanokat választok ki, amelyeket nem ismertem. Tehát korábban nem ismertem. Nagyon sok verset, illetve prózát, nagy prózát vagy kis prózát korábban már olvastam. És volt két, nagyon sok olyan volt, ami azonnal hatást gyakorolt rám, meg azóta is a fejemben mozog, de mégis most két olyan címet mondok, amely nőkről szól.
Az egyik Farkas Árpádnak az Erdélyi asszonyok című verse, hogy min múlik az életünk elemeiben, és ez, ahogy nem is tudom, ki mondta, Berta Zoli mondta, hogy hogyan van megírva egy mű. A tisztelet, a méltóság, a szeretet, a szerelem ragyog abból a versből. A másik is határon túli szerző Mács Józsefnek az Eszter című írása. Az én apai nagymamám jutott eszembe, mikor ezt végigolvastam, hogy Eszternek az az álma, hogy valami rendes emberhez, férhez tudjon menni, és szeresse, és tudjon róla gondoskodni. És noha ez elbeszélés remekül megvan írva, de mégis visszatükrözi annak az egyszerű szolgáló lánynak a legemberibb és legtisztább érzéseit, úgyhogy ez az írás nagymamámra emlékezve még könnyet is csalt a szemembe. De ahogyan az elején kezdtem, az egész antológiát én nagyon köszönöm a magyar íróknak, hogy ezt létrehozták. Nem 66-an, csak 40-valahányan összesen, mert ugye átfedések vannak. Na most egy kis játék még a számokkal és a mennyiségekkel. Egy embernek az agytérfogata körülbelül 1300 köbcentiméter. Ha én ezt most kiszámítom, hogy ezt a körülbelül 5 kiló súlyú két antológiát egy félmázsányi emberi tudat hozta létre, amely Magyarországról gondolkodik. És az semmi a 10 millióhoz képest. Mégis micsoda erő. Így tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm nektek ezeket a személyes és megint csak nagyon szép válaszokat és műcímeket is. Marian, akkor az utolsó versziklust kérlek szépen szavald el nekünk. Olá János, gyalog jöttem. Kint fagyharap, bent tűz doromból. Gyalog jöttem gyerekkoromból, hogy megpihenjek, s tovább ne menjek. A loholó halálnak egyességet ajánljak. Halk macska lépteit, nos hát, bevárom itt. Elképzelem, ajtót se nyit, átlép szobám falán, és itt terem. Keze a fegyver ravaszán. Egyszerű bérgyilkos talán? Vajon mit kezd velem? Vállat rándít, észre se vesz? Vallató tisztként felpofoz? Mérleg nyelve az életem, a semmi és a minden lüktet emlékeimben. A föld, ahonnan menekültem, a föld, ahova megérkeztem, élősebbként sajog köröttem. Ha eltűnök, mint ruhából a folt, ami nem volt és ami volt, eltűnik-e minden velem? Vélt ember voltomat, e túlvilági okfogja vagyok, nem ismeri föl semmi öntudat. Ki a halandóság elől szökött, s már szökés közben elbukott. Érzékek láncán rángó, néma rab, taknya nyál, akinek egyberagad, aki saját sebébe mar, elpusztul, jaj, de nem elég hamar. Bárhogy tagadnám, ez is én vagyok. Vagy valaki egészen más, idegen hang, idegen láz, akiről végül kiderül, lelke a Kongó, hideg űr. Janku Laura, a távolhoz közel. Nem tudom, uram, látta-e, kitakarítottam.
megváltam tárgytól, embertől, építhetsz jászlat életemből. Karácsonyi idő van, Úr jövet. Újat kellene mondani, de nem lehet, ma sem tudjuk ki, hová közeleg. Körülnézek, éjfél is elmúlott. Kinyitom ablakomat, senki nem hallja megcsontosodott szavamat. Hallgatózom, mint a tolvaj, ki nem is lopott, csak falatozott a zsákmányból. És hallom az utolsó csoszogást. Látom a nyitott ajtót, amin átment egy egész világ, és ott állok, Uram, a sorban. De minek mondjam a fehér hónak? Jaj, minek a szemérmes fagynak, hogy vigyázzák had aludt álmodat? Egyszer utoljára kell fel a nap, s midőn megtelnek jajjal a sikolyok, akárhol is rejtőzöl, elém jössz, és látni fogod, íme, egyedül vagyok. Vári Fábián László, képeslapok Genovából. Ma reggel Pártában jön fel a nap, felveszem én is ünnepi arcom. Egy nőstény szellőcske bokámba kap, sikong, s tovai ramlik a parton. A régi kikötő bulira készül, az ifjak már tűzzel töltekeznek. Csak szépítkezzetek, tündér arcok, dús örömre fel, ti tündértestek. Bár lángszórók mohognak az ég alatt, a szűk utcákban örök az árnyék. Rám szemközt négy büszke maszáj halad. Genova helyett Kenyában járnék. A sarkon bizsukal már fordul elém, fogsorát villantja, magas a kedve. S előttem a dönerkebabos út, hűtő mágnessel van kikövezve. A felhők alól megláttam a tengert. Csak úgy szikrázott rengeteg teste. De színe, Istenem, akár csak szemed, hibátlan kék és tiszta lehetne. Ehelyett torszülött szemétszigetté verik a szennyet a hullámok össze. Sirályok szállnak rá, s vágyakoznak a fészek dajkáló partmeleg löszre. Egy reggel majd csadorban kel fel a nap, s arcunk rózsája akkor vált fehérre. Felsziszen Kolumbusz a pálmák alatt, Don Cristoforo imához tértre. Megrázkódik a nagy monumentum, az admirál márvány térdei törnek, s megindulnak az inka városok, egünkre sötét nyilak röpülnek. A kalibrált szájú próféták jelzik, a pohárban ismét habzik az oldat. És repülőszőnyek kötelékek blokkolják körbe az uniós holdat. A vezér aztán a földnek fordul, s felzúg a radar rengeteg erdő. Ember a földre, s te lóra, Uram! Ha még hiszed, hogy országod eljő. Köszönjük szépen, Marian. Nektek pedig nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk, együtt gondolkodhattunk egy kicsit ennek a két kötetnek a fontosságáról, jelentőségéről, és Jánosi Zoltánhoz hasonlóan én is szeretném megköszönni azoknak a szerzőknek, akik a műveiket adták ehhez az antológiához, mert magam is sok erőt meríthettem belőle, és nagyon sok új műalkotást ismerhettem meg.
nagy élményt okozott nekem, éppen ezért, aki még nem fogta kezébe ezt a válogatást, itt a ajtó mögött egy kis standon belelapozhat, és miután egy picikét megpihentünk az ellétérben, emlékeztetve arra, amit Kati mondott, és aki szívesen csatlakozna hozzánk, utána kivonulnánk a lépcsőhöz, hogy együtt emlékezhessünk. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmüket, és további szép estét kívánok mindannyiuknak.